Már-már fogalom az idén 9 éves bosnyári labdarúgó tábor, ahová az FC60-nál focizó 6-14 éves gyermekeket várják minden évben. Idén 4 turnusban mindösszesen 180 iskolást. 60 kis térség elsősorban a mi felvevőkörzetünk, de érkeztek már Debrecenből, Egerből, Budapestről, akik főleg Bosba járnak dolgozni. Azok a szülők hozzák hozzánk a gyermekeiket. Itt megemlíteném, hogy vannak állandó visszatérő gyermekek, és nagy büszkeséggel tölt el minket az, hogy valaki 8 évig, 7-8 évig hozzánk jár táborba, és amikor középiskolás lesz, akkor pedig 50 órás közösségi szolgálatot is nálunk tölti le a fiatal. Én úgy gondolom, hogy ez mindent elmond a mi munkánkról, vagy arról a millióról, közegről, amely itt van. A táborozók közül van, aki több hétre is benevez. S hogy miért annyira vonzó ez az egyhetes tábor, arra Bárdos Jánostól kaptunk választ, aki elmondta, nem csak fejlesztik az ifjú sportolókat, hanem megannyi élményt is kapnak a fiatalok. Nekem a tegnapi napon a kedvenc élményem az, amikor csapatjátékokban játszottunk, együtt váltóversenyeztünk, jó volt. A sport szeretete mellett a kitartás és a szorgalom is fontos, amely, ha elmaradozik, azonnal jön a visszajelzés. A kitartás szerepét óhatatlanul megértik a kisebbek is a táborban, a nagyobbak között. Így már érthető, miért más ez az egy hét a táborozóknak, akik között akad bátor leány is. Én a Szent Istvánba járok, és ott ugye van 4 sportágot csinálunk, és abban benne van a foci. És nagyon megszerettem a focit. A gyermekek edződnek minden értelemben. A nyári kárnikulában az iskolások szervezete edződik. A labdajátékban technikailag tudnak fejlődni, illetve egyfajta személyiségfejlesztés is a tábor, ahol barátságok szövődése vagy erősödése mellett javulhat az egyéni koncentráló képesség, a fegyelem. Volt már olyan évünk, amiben az óvodásokat is bevontuk ebbe a programba. Volt egy olyan hónapunk. Az óvodáskorú gyermekeknek ugye teljesen másabb a gondolkodásuk, a munkához való hozzáállásuk. Tehát gyerekek még, igazi, kicsi gyerekek, akik mellé tulajdonképpen egy per egybe egy felnőtt kell, azt kell mondjam. És itt ez nem tud megvalósulni a mi táborunkban, de mi természetesen a szülőtől elfogadjuk azt, ha a szülő azt mondja, hogy a én gyermekem mindent bír, akkor mi ezt elfogadjuk, és azt mondjuk, hogy próbáljuk meg. És nem vallottunk szégyent, úgy gondolom, egyrészt a gyermekkel való törődésben, biztatásában vagy beállításában, illetve a gyerek hamar ellesi a társaitól azt a munkát, munkához való hozzáállást, amit ők képviselnek. És a kisebb gyerekek azonnal beállnak a sorba, és zokszó nélkül, bátran mondhatom, csinálják. Ahogy a szlogenük hirdeti, a játék segíti a felnőtté válást. Magasabb röptű gondolatokat gyermek nyelvre lefordítani, és ezt átadni nekik, megértetni velük, hogy mi a sportnak a lényege, vagy a tanulásnak a lényege, mert itt nálam az is nagyon fontos, hogy jó osztályzatokat, iskolába járjunk folyamatosan, és én ezt nagyon fontosnak tartom, és igen, ezeknek a gondolatoknak a mesdjéjén próbálom én a napi munkát felépíteni, illetve a kollégáimmal is megbeszélve azt, hogy elsősorban nevelgessük ezeket a gyerekeket, és másodszorban focizzunk. Annál is inkább, mert a pálya mellett nagyon fontosak a nézők, nagyon fontos a fogyasztó, a merchandising dolgok nagyon fontosak egy csapat életébe, és ezek a gyerekek, nagyon bízom benne, hogy aki nem igazából lesz profi futballista, de amatőr igen, az kiáll a mérkőzésekre. Mindazon túl, hogy természetesen az első a foci, meglehetősen motiváló és változatos kirándulások során stadiont is látogattak a 60-i térség feltörekvő nemzedékével. Elmentünk a Honvéd stadionba, túrán voltunk, bementünk a VIP terembe, megnéztük azt a szobát, ahol vannak a kommentátorok. Nekem azt tetszett a legjobban a gyep. Szóval nekem amit én nagyon-nagyon szeretek, hogy olyan jól néz ki, olyan ápolt, hogy nincs rajta semmi. Kiegészítésként strandoltak, homokfociztak, túráztak és sokat játszottak. Ebben az évben kiemelném, hogy Budapesten a Városligetben
találtunk egy nagyszerű játszóteret a Néprajzi Múzeum, új Néprajzi Múzeumunk mellett, mögött, és ott van egy pálya is, ahol focizni is tudunk, és az a szenzációs játszótérrel a gyermekeknek a örömérzetét tudjuk növelni. Ez egy új eleme a tábornak, illetve a Mátrai túra most nem az északi részen megy, hanem a gajai irányba megyünk, és ott sétálunk le Mátra Szent Imrére, és ott tudunk étkezni, illetve sportolni. Az FC60 táborában eltöltött időt igazán tudják értékelni az ifjancok. Vízközelben a kánikula is elviselhetőbb, pláne barátokkal. Az elmúlt évekhez hasonlóan az idén 50 éves születésnapját ünneplő 60-i strandfürdőnél szervezte nyári napközis táborát a 60-i Szolgáltató Kft. A tábort immáron több mint egy évtizede szervező Podoni Dórát arról kérdeztük, milyen vezérfonalra fűzték fel a tábor programjait, miről szól ez az egy hét. Hát a szabad levegőn levésről, a strandolásról, a pancsolásról, úszásoktatásról, az úszás tudás elsajátításáról, vizes játékokról, együttlétről és a nyár élvezéséről. A 20 fős táborba ugyan 60 és környékéről jelentkeztek a legtöbben, de Gyöngyösről, Kartalról, valamint még Budapestről is érkeztek ifjancok. Ezen a héten nem is a kézműveskedésre mentünk, hanem a csapatépítésre, hogy egység, csapat vagyunk, vizezünk, ugye itt a 40 fokban csapatjátékok, akadályversenyek, és ilyesmi feladatokkal kötöttük le őket. A kis csipet csapat nagyon szereti a vizet. Az úszásoktatás és gyakorlás során külön foglalkoztak a gyermekekkel előképzettség és kor alapján. Az úszni tudókra az úszómedence várt, ahol edzésben maradhattak, továbbfejlesztették erőllétüket és a technikát. Közösségben jobban telt a hét. Nagyon arra megy el a világ, hogy otthon ülnek, játszanak, kütyűznek, távkapcsolatok, és azt gondolom, hogy ennek van értelme, hogy együtt vagyunk, kiállunk egymásért, és küzdünk egymásért. A csobbanás, de a pihenés, kikapcsolódás és feltöltődés ugyanúgy jellemezte a tábori napokat, ahol a barátságok is tovább erősödhettek. Matekos hűsölés a hőségben. Nyári tábort szervezett a Kiszeni iskola a kerekharaszti közösségi házban. Klimatizált viszonyok mellett úgy tűnt, egyáltalán nem okoz gondot a gyermekeknek az összpontosítás, jól ment a matek, csak úgy játékosan, numikon alakzatokkal vagy abakusszal. Miért szereted a Kiszeni? Mert sokat tanulunk és sokat fejlődünk. A Kiszenikkel pedagógusok foglalkoznak, de nem csak tanulásból áll ám a nyári tábor. Mi a legjobb ebbe a táborba? A gyöngyfűzés. Megmutattad, hogy miket készítettetek? Ilyeneket. A tematikus mentális aritmetikai foglalkozások mellett persze bőve jut idő a játékra, társasozásra, a kézműveskedésre. Már első napon belevetették magukat a gyerekek a számok világába, most éppen a numikon alakzatok segítségével számolnak, illetve ismerkednek a számokkal azok a gyerekek, akik még nem járnak hozzánk, hiszen nem volt előfeltétel az, hogy ismerik a Kiszeni módszertan. Volt ma már kézműveskedés, játszottunk kint az udvaron, bár nagyon meleg van, úgyhogy most inkább behúzottunk. Készítettek gyönyörű szép rajzokat, gyöngyöt fűztek karkötőt anyának, apának, tesónak, úgyhogy javában zajlik a Kiszeni nyári tábor. Sok-sok móka és kaland vár a gyerekekre, akik, ha még nem kezdték el a Kiszeni iskolát, a nyári tábor tökéletes választás a módszertannal való ismerkedésre. A jövő heti turnusunkra még van néhány szabad hely, tehát aki még úgy gondolja, hogy szeretné hozni a gyerkőcét, azt szeretettel várjuk. A tábor második turnusa július 22-én kezdődik, amelyre még lehet jelentkezni. Szombatra virradóra a Dunántúlon és a középső ország részben, később keleten és északkeleten is többfelé várható eső, zápor, zivatar. A legtöbb eső nyugaton eshet. Az északi északkeleti szél többfelé megélénkülhet. A hajnal üdébb lesz, 15 és 22 fok között alakulnak a minimumok, míg napközben 60 térségében 30 fok várható.
Vasárnap a napsütést inkább csak fátyolfelhők szűrhetik, majd délután csak kevés helyen, elsősorban délen és keleten pattanhat ki zápor, zivatar. A legmelegebb órákban 32 fok jöhet. Hétfőn már erőteljesebb lesz a gomoly felhő képződés, eleinte nyugaton, később a keleti területeken is záporossá, viharossá változik időjárásunk. Az északi északnyugati szél megerősödik. A maximumok 33 fok körül alakulnak majd.